A testvéreim, akkor hadd menjünk, menjünk vásároljunk be egy kis húsért, kolbászért, szalonnáért. Sajnos nagyon sok sztereotípia van azzal kapcsolatban, hogy a cigányok meg a cigánykonyha honnan veszi az alapanyagot. Egy fél könyvet tele tudnék írni azzal, hogy milyen sztorik történtek a vendéglőbe ez alatt a cirka 7 év alatt, hogy honnan veszük az alapanyagot. Mi a helyzet? Csák vagyok, köszönöm. Figyelj csak, kellene nekem, talját nézzük már meg. Csonddal, csont nélkül? Csont nélkül, csont nélkül, csont nélkül. Egy már van. Nagyon jó, szuper, hú de szép. Nagyon jó, fordíts már meg. Királyság. 20-20-20, egyél húst. Az öcsegektől leszel olyan mél a bús. 20-20-20, megint hús. A növényektől hamarosan elbutulsz. Van kolbász. Van kolbász. Jó kis csíkös. Mikor jött le az éről? A füst, Csak ez nagyon jó. Sukár szántú muro, savotú számuro, putyaripo, csumida, ugyó illó. Véga fita! Azt szoktam mondani, hogy a cigány konyhának három fő is mérve van. Hús hússal, sok, és viszonylag olcsó. Nekem a hivatalos végzettségem általános asztalos, illetve gipszkarton szerelő. Na most nekem a főzés az nekem gyerekkorom óta végigkísért, mert nekem a szüleim is nagyon jó főzőhírébe álltak, meg állnak hála a jó Istennek a mai napig. Igazából ami ösztönzött arra, hogy cigány éttermet csináljak, nekem egyszerűen azok az ízek, azok a mennyiségek, azok a kiszolgálások hiányoztak, amit én otthon megkaptam. Ha pörögni kell, akkor Géza pörög. A 80 kilós embereket úgy, ahogy van, hamarabb felugrik, hamarabb indul, hamarabb csinál. Itt már csinálja, de már ott gondolkozik, ott már figyel, hátul. Tehát nem tudom, hogy milyen módon tudja ezt megoldani, de megoldja. Ami a legnagyobb szakmai elismerést jelent, az nekem az, amikor Bíró Lajos azt mondta nekünk, hogy nagyon jól töltött káposztát. Nem így mondta, hanem hétköznapi nyelven mondta, de azt mondta, hogy nagyon jól töltött káposztát. Illetve amikor a Bangó Margit azt mondta, hogy a káposzta, meg a paca, meg az összes étel, az majdnem olyan, mintha ő főzte volna. Nekem van egy nagyon rossz, illetve jó tulajdonságom, hogy én mindig félek az éhenhalástól. Mindig attól félek, hogy kevés. És mindig azt tartom, hogy mindenki lakjon jó. Hogy úgy ne menjen el senki az étteremből, hogy nem lakik jól. Amikor tálalok, mindjárt arra szoktam gondolni, hogy hú, biztos elég lesz. Én nagyon szeretem a családomat, én a családcentrikus embernek tartom magamat. Én olyan családból is jövök, ahol az én drága szüleim azt az értéket képviselték, hogy a család a legfontosabb, és utána a munka, hogy meg tudjunk élni, tisztességgel, becsülettel, és mindent meg tudjunk adni a gyerekeinknek. Én ugyanezt próbálom továbbvinni, hogy azok az értékek, amik én bennem vannak, és fontosnak tartom, hogy a gyerekeimnek ugyanolyan fontosnak.